Köszönjük szépen! És most a vidám zene után kicsit szomorúbb téma következik. 2012 őszén Japánban koncerteztem. Erre a koncertturnéra is készültem japán darabbal, mely a Cimbalomix CD-men is hallható. A japánok arra buzdítottak, hogy további japán ihletésű zenét készítsek. Két koncertem Fukushima megyében volt, ott, ahol a földrengések és a cunami miatt nem sok turista fordul meg, legfeljebb csak japánok. Miharuban éreztem is a földmozgást, és hallani lehetett a föld morajlását. Az ott éleknek ez természetes volt, hiszen tisztában vannak, hogy a jelenleg is működésben lévő vulkán bármikor kitörhet. A szállodában, ahol laktam, én voltam az első külföldi, de az, talán az egész városban. Így igazán nagy volt az érdeklődés koncertem iránt. Az igazi hatás viszont Szómában ért, ahol a cunami maradványait láttam. A városnézés úgy zajlott, hogy elmesélték. Itt volt egy templom, a földrengés elpusztította. Ott volt egy palota, amit a lávatüze égetett porrá. Aztán egy csomó nevezetesség, amit a cunami semmisített meg. Nem lehet elmondani azt az érzést, amit akkor éreztem, mikor ezeket láttam, illetve nem láttam, csak a nyomokat. A csodálatos modern művelődési ház alján, ahol a koncertem volt, óriási repedések, mert megsüllyedt az egész épület. A bejárati ajtó előtti lépcsők a süllyedéstől széttolódtak. Szerencsére belül mindebből nem látszott semmi, legalábbis az ottani helyzetet már nem árulták el nekem. Azért egy kicsit izgultam, hogy ne akkor dőljön össze az épület, mikor én vagyok benne. A városban élő embereken mindezekből a szörnyűségekből semmi nem látszott. Mindenki élte tovább az életét, mintha mi sem történt volna. A koncertteremben teltház volt, a közönség vidám. Ezek a hatások késztettek arra, hogy megalkossam a most következő kompozíciót, melynek az Impressziók Fukushimában címet adtam. A cimbalom szóló alatt hangeffektusok idézik a tenger morajlását és a cunami rombolását, mely közben egy japán népdal foszlányai hangzanak fel. Feloldásként az Utam című japán népdal feldolgozása utal arra, hogy a szörnyűségek ellenére az élet megy tovább, bármi történik velünk, az utunkat végig kell járnunk. Thank you.
De most térjünk vidámabb témára, hiszen az élet szép. Antonio Vieira dos Santos a 19. század elején élt Brazíliában. Szóló címbalomra, spanyol, olasz és portugál nevél Salterióra komponált művei a címbalom irodalmának egyik különlegessége. A hagyományok értelmében ezeket a dalokat valószínűleg kísérettel játszották, ami improvizatív jellegű volt. Izgalmasnak tűnt a feladat, hogy ezt a 200 évvel ezelőtt komponált zenét a mai kornak megfelelően dolgozzam és hangszereljem meg úgy, hogy közben megőrizze latin-amerikai 200 évvel ezelőtti hangulatát is. Következik Antonio Vieira dos Santos O Desterro a saját feldolgozásomban, melyben közreműködnek zenész kollégáim vonós hangszereken, gitárokon és dobon. Thank you.